Reggeli ébresztő műsora a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Heskovics Eszter, a 168 óra szerkesztője, valamint Bokros Lajos, a MOMA elnöke. Szép jó reggelt mindkettőjüknek, és ha megengedik, jó akkor a szolgálati kívánok. Közlemények, köszöntjük a nézőket is, mert őértük vagyunk. Szép jó reggelt mindannyiuknak, és akkor most már élőben. A Luak, azaz a zsinagógai naptár szerint 5777, Adárhó 25. napja van. Ám bár a Gergely naptár szerint 2017, március 24-e, péntek. Kiket üdvözlünk ma? A Gáborokat, a Karinákat és a Dereseket. Boldog névnapot nekik! És akkor nézzük, hogy miből élnek a bankok, miből szegényednek el. Az euró középárfolyama 309.14, míg a svájci frank, amit tudják a mondat következő része, nem fölvenni ilyen kölcsönöket, 288.42. Ma is tessenek rétegesen öltözni, hisz plusz 8 és plusz 20 között lesz. Hogy miért rétegesen? Azért, hogy legyen mit levenni. És ha már plusz 20 van, akkor tessék kérem odafigyelni a folyadék háztartásra is, és akkor csapjunk bele. Bokros úr, mi újság a politikában? Hamarosan itt vannak a választások, megkezdődtek a kampányok. Hogy boldogul ezzel a MOMA? Nagyon jól boldogulunk, hiszen mi már régóta következetesen azt valljuk, hogy az önkényuralom leváltása érdekében a demokratikus ellenzék teljes körű együttműködésére, szövetségére van szükség. Ezen munkálkodunk mai napig is, és ezen fogunk munkálkodni a jövőben is. Amikor azt mondja, hogy önkényuralom, akkor én nekem egy sör jut eszembe. Mit tud erről mondani? Hát ez helytelen gondolkodás. Annál is inkább, mert egy antialkoholista vagyok, és sört sem iszom, de ha azt mondja, hogy önkényuralom, akkor egyformák vagyunk e tekintetben, mert én sem iszom sört se. De ez lényegtelen abból a szempontból, hogy önkényuralom van, mert ahol felszámolják a igazságszolgáltatás függetlenségét, ahol felszámolják a sajtószabadságot, azt másképp nem lehet nevezni csak önkényuralomnak. Hát jó, ha pontosan fogalmazunk. Na látja, elnök úr, ez a különbség. Ön erre gondolt, én meg egy sörre gondoltam, aminek szerintem tök mindegy, hogy fehér vagy piros a rajta lévő ötágú csillag, viszont a miniszterelnöki hivatalt vezető miniszter Lázár János tegnap azt mondta, hogy igenis ez megengedhetetlen, és lesz, ami lesz, a végsőkig megyünk, hogy ezeket az önkényuralmi jeleket eltüntessük a tornacipőről, a sörről. Sajnos tegnap nem jutott rám idő, mert tegnap egy új rendszerben volt a kormányinfo, és inkább a jobboldal kérdezhetett először, na nem a politikai jobboldal, hanem a terem jobboldalán ülök, a kormányinfon, így aztán a kérdéseimet tárolnom kell a jövő hét csütörtökig, nem hiszem, hogy addig elállnak, mert addig lesznek újabb botrányok. A miniszter úr elutazott Romániába, Csíkszeredára, hogy megkóstolja a csiki sört. Ugyan ő is az antialkoholista táborhoz tartozik, természetesen ezt a kormány is támogatja. Maga miért nem megy el megkóstolni? Én tegnap éjjel jöttem haza Kolozsvárról, és megkóstoltál csiki sört? Nem, de teljes mértékben tisztában vagyok azzal, hogy a romániai közélet, mind a román, mind a magyar közélet hogyan értékeli ezt a mesterségesen szított botrányt. Mindenki nevet rajta. Mindenki nevetségesnek tartja. Mi sírunk és idegesek vagyunk és pénzt költünk rá, ők meg nevetnek. Igen, nevetnek, ez? Így van. A csíkszeredaiak is nevetnek, a románok is nevetnek, a magyarok is nevetnek. Akkor most csináljunk, mindenki nevet rajta. Hát kérem szépen, ha egy kormánynak ez a legfontosabb feladata. A nemzet. Hogy egy valuta, márka, sörmárka esetében jelképekkel foglalkozzon, az egészen nevetséges. De azért, ez hogyha beleillesztjük ezt egy nagyobb képbe, amiről ön is többször beszélt, hogy itt azért egy elég rendes ideológiai átképzése zajlik a társadalomnak, tehát ezért ez illeszkedik. Ez nagyon kemény ideológia átképzés, az munkatáborokban, meg koncentrációs táborokban szokták. De nincs mit átképezni, mert a romániai társadalom, mind a román, mind a magyar egészséges. Nem igen, őket. Igen, mondom, nevetnek rajta. Igen, ez lett volna a következő rajta. Kérdésem. Tehát hogy ezen azért... mindenki nevet. Ez a romániai magyar sajtóban gúny és nevetség tárgya. Tehát jó akkor hírem van. Miért mennénk mi el nem Brüsszelbe, hanem Romániába egy pofonért, hogy kinevessenek minket? Nézze, ez a
beszűkült, korlátolt magyar kormány ideológiai alapú tevékenysége, és valószínűleg arról szól, hogy kis magyar valószínűleg arról szól, hogy el akarják terelni a figyelmet azokról a súlyos társadalmi gazdasági problémákról, amiket itthon is, meg Európában is sikerült nekik gyártani. Úgyhogy nagyon lényeges az, hogy most már érdemes lenne a Dudáról a motorra tenni a gőzt, és hogyha nem tetszik az időjárás, akkor, hogy ön helyesen mondta, nem a hőmérőt kell összetörni, hanem rétegesen kell öltözködni. Hogy képzeli ön, akkor térjünk azért arra a témára, amiért hívtuk, hogy képzeli a MOMA és a demokratikus erők összefogását a 18-as választásokra? Na meg mi a véleménye bizonyos lobókról? Ugyanúgy képzeljük, ahogy már tavaly ősszel is képzeltük, nevezetesen az a véleményünk, Modern Magyarország mozgalomnak ez a leghatározottabb álláspontja, hogy mind a 106 egyéni választókerületben a demokratikus erőknek egy közös jelöltet kell indítani. Ezt lehet, azért mondja, mert önnek nincsen önállóan 106 képviselő. De már van egyébként, rossz hírem van, mert minden nap. Én annak csak örülök, hogyha mindenkinek van. Igen, van, de nem ez az érdekes, hogy kinek hány van most, hanem az az érdekes, hogy vajon ezek közül hogyan tudjuk kiválasztani azt az egyet, amelyik a legnagyobb eséllyel tud majd szembeszállni az önkényuralom jelöltjével annak érdekében, hogy le tudjuk győzni a fenevadat, a gonoszt, és vissza tudjunk térni a demokratikus fejlődés főáramába. Ezt tulajdonképpen annyit jelent, hogy az MSZP-vel és a DK-val és a demokratikus ellenzékkel hajlandó összefogni? Három követelménye van az összefogásnak a Modern Magyarország mozgalom részéről. Egyik az, hogy a szóban forgó párt valóban demokratikus párt legyen, és fő célkitűzése az legyen, hogy az önkényuralmat megszüntessük. Tehát, hogy ne a parlamentbe való bekerülés pusztán, ne a langymeleg állóvízbe való tocsogás. Ki az ellenzéki pártok közül, aki nem demokratikus? Ezt saját maguk döntik el, mert mindenki maga mondja meg, hogy ő vajon mit szeretne, nevezetesen demokráciát, vagy pedig önkényuralom folytatását és közben tocsogást a langymeleg mocsárban. Abba tüdőgyulladást lehet kapni. A másik nagyon fontos, hogy ne legyen korrupt a szóban forgó párt. Tehát nagyon lényeges, hogy az egyik... És van olyan párt a parlamentben, aki korrupt? Biztos, hogy van ilyen, nem tudjuk, hogy ki az, aki korrupt, ki az, aki nem, de nagyon meg fogjuk nézni, amikor az együttműködésre sor kerül, hogy a hírnévtőkénket ne koptassuk el azáltal, hogy olyanokkal megyünk el. Elképzelhető, hogy ezek után meg sem fogják hívni önöket a tárgyalásokra. Na ez a harmadik pont, hogy nyilvánvalóan olyanokkal fogunk tudni csak együttműködni, akik maguk is velünk együtt akarnak működni. Így lehet, hogy mégis szükség lesz a 106 jelöltjére. Elképzelhető, tehát mindenki ugye azzal indít, hogy a saját maga pártját fölépíti. A Modern Magyarország mozgalom is ezt csinálja, mert hiszen nem mi vagyunk a garanciája annak, hogy lesz ez a szövetség. Lehet, hogy teljes körű demokratikus összefogás lesz, lehet, hogy részleges, lehet, hogy egyáltalán nem lesz, de ennek biztos nem mi leszünk az oka. A MOMA egyébként arról is beszélt, hogy hamarosan országjárásra indulnak, hogy ennek mennyire látja a kockázatát. Úgy értem, hogy azért ugye a vidéken eléggé beágyazott a jobb oldal, és elég nehéz... Mi vagyunk a jobb oldal. Nincs beágyazva a jobb oldal. Mi vagyunk a jobb oldal. Én azt értem, igen. Na, ez nagyon lényeges. Ugyanazt az országjárást folytatjuk, amit tavaly is csináltunk, ősszel is, tavasszal. Ez azt jelenti, hogy nagyjából április, május, június folyamán folyamatosan járván a vidéket, a fővárost rendszeresen, elsősorban hétvégén, mert ugye a tagjaink, támogatóink azok dolgoznak, munkából élő emberek, nem pedig megélhetési politikusok. Ott állunk a piacok előtt, tartunk lakossági fórumokat, beszélgetéseket, szórólapot osztunk, elbeszélgetünk az emberekkel, kezet fogunk, bemegyünk a kocsmába. Ezek nagyon lényeges dolgok annak életében. Tehát, hogy akkor vannak helyismerettel rendelkező... Hajjaj, az egész országra kiterjedő hálózatunk van már, és mint említettem, most válogatjuk éppen ki a magunk 106 jelöltjét. Ez folyamatos beszélgetést jelent. Én magam az egyik elnökségi tagunkkal együtt, Tukora Gáborral együtt egy órát beszélgetek minden jelölttel, és közösen döntjük el, hogy az illető jelölt lesz-e vagy sem. Ön biztos listáról indul, és nem egyéni jelöltként. Halljuk valamit a szlogenről, hisz az MSZP-t, ha jól tudom, kellőképpen kiosztotta. Azért az egy feliratért osztottam ki múlt pénteken az ATV-ben, miszerint fizessenek a gazdagok. Ez egy értelmetlen jelszó, ez egy posztkommunista, vagy inkább neokommunista, populista megfogalmazás. Aki ugyanis a gazdagokat nem szereti, az nem szeretheti a kapitalista piacgazdaságot, az a kommunista, nem piaci
parancsgazdaságot szereti. Hát igazából ez szereti. Egyfajta utalás a jóléti államokra, ami nem, egyébként szintén egy utalás, kapitalista. Nem, nagyon abban ez a közgazdaság nem ismeri. Nem, ez azt jelenti, kérem szépen, hogy nem lehet piaci siker alapján megérdemelt vagyonhoz jutni. Ez azt jelenti. Azt kellett volna fölírni erre a plakátra, hogy de aki jogtalanul szerezte a vagyonát, attól azt visszavesszük. Ez egy normális jelszó. Igen, itt van egy valóban egy distinkció, amit szoktak. Nagyon komoly distinkció. Így van, mert ezzel az MSZP gyakorlatilag egyébként áll a Fideszre. Ez a MSZP és a MOMA között talán. Például. Nem csak ez, rengeteg más különbség is mi van. Mi a MOMA jelszava? A fő különbség az, hogy ők baloldali párt, mi meg jobb-közép, konzervatív, szabadságelvű párt vagyunk. Igen, hát épp ezért egyébként az fontos, hogy találjanak maguknak megfelelő hívószavakat, és ami ugye a bal oldalon azért eléggé hiányzik. Tehát, hogy az egyrésztől ez nem akkora nagy probléma, abban igaza van, hogy ez egy kicsit populistábban hangzik kicsit, valóban. Nagyon de, ki kell mondani, hogy, le kell leplezni. Igen, csak ezzel az a gond, hogy amikor tényleg egyszerű hívószavakról beszélünk, akkor belefér ebbe az, hogy utána egy kicsit megmagyarázzuk, hogy mit értünk bele, az alatt. Nem fér bele, olyan hívószavakat kell találni, ami mindenféleképpen megfelel, nem csak a valóságnak, hanem az igazságnak is. Igen, tehát hogy például ezt a fizessenek a gazdagok hogyan lehetnek. Az önkényuralom megszüntetése, a demokrácia helyreállítása, az alkotmányos jogállam védelme, Európa átölelése és a nemzeti érdekképviselete. Csak a gazdaságról egyetlen pontot sem mondott, pedig az az ön specialitása. Azért, mert nem fogunk a gazdasági szakkérdésekben egyetérteni egyik demokratikus párttal sem. Mi nem vagyunk baloldal, mi mást képviselünk, mi a kapitalista piacgazdaságot képviseljük, a többiek pedig nyilván nem ezt képviseli. Ennek következtében meg kell találni, mi a közös nevező, és a közös nevező nem lehet más, mint az önkényuralom megszüntetése, az alkotmányos jogállam helyreállítása, a korrupció felszámolása, Európa átölelése és a nemzeti érdek valódi képviselete. Akkor önök, hogy amennyiben az ellenzék tudna kormányt állítani, végül is a kormányon belül egy ellenzék lenne? Nem. Közös kormányt csinálnánk 500 napra. 500 napos programot hirdette meg a Modern Magyarország Mozgalom, ami arra lenne elegendő, hogy az alkotmányos jogállam minimumát, alapintézményeit helyreállítsuk. És hogyha ez megvan, akkor már nem kell kényszerkoalíciót kötni, új választási rendszer, így van, ahol mindenki a saját programja, értékrendje alapján nyugodtan tud indulni, és akkor már a demokratikus keretek tehát között. Tehát akkor ez egy helyreállító, restauráló, demokrácia restauráló kormány lenne? Még azt megelőzően Rommel takarító is természetesen. De még a hívószavakról még egy utolsót, hogy azért tessék alapvetően a tapasztalat azt mutatja, hogy ezek a fajta általánosabb hívószavak, amik egyébként teljesen jogosak, hiszen valóban a demokráciát kéne újraépíteni, de hogy ezek sokkal kevésbé hatásosak. Ezt nem mutatja a tapasztalat. Ez az a tapasztalat rövid azt mutatja, rá, amikor én kínálok Szegeden a Marstéri piac előtt, és körülbelül 1000 darab szórólapot elosztok 2,5 óra alatt, akkor ezek a hívószavak igenis az egyszerű emberekben is megfogannak. Kedves nézőim, az elmúlt negyed órában Bokros Lajos, a MOMA elnöke volt stúdiónk vendége, akitől megtudtuk, hogy 500 napos kormányt szeretnének, nagyon jól fogynak a szórólapok, és van kivel beszélni. Az sem kizárt, hogy mind a 106 körzetben önálló képviselőt állítanak, képviselőjelöltet, amennyiben a demokratikus ellenzékkel nem tudnának megállapodni. Köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt, és visszavárjuk. Köszönjük. Kedves nézőim, előzetes, és hamarosan jövünk vissza.